egy nagyon izgalmas nap fog következni, ugyanis képzeljétek el, hogy át fogok menni a barátomhoz, mert meghívott engem egy medencés buliba, azt mondta, hogy fel fogjuk tölteni a kis medencét, és ott tudunk játszani, szórakozni. Hát tudjátok, én nem annyira szeretek fűdeni. viszont mostanában, hogyha a juti falatot bedobnak, akkor kedvet szoktam kapni, és szerintem jó móka lesz, Úgyhogy majd mindjárt meglátjuk, fel is veszem a kis hámot, és ezzel fogunk elmenni. Hát itt még egy kicsit álmos voltam, megmondom őszintén, de itt már meg is indulunk. Nagyon várom, hogy tudjak egy kicsit találkozni a barátommal, mert képzétek el, hogy ma egy napja nem láttam, és ma nagyon hiányzott. Elég sűrűn szoktunk találkozni, hátja, de egy fél perc is sok nélküle. Aztán itt már megyek is. Á, hát és mindjárt meg is érkezek, már hamar ott vagyunk. Hát ez már ilyen késő délután volt, úgyhogy nem volt olyan forró az aszfalt. Itt ezt a szép levendulát lepisítem, meg mondom őszintén, szoktam ilyeneket csinálni, de legalább nem szoktam letagadni. Mert ha letagadnám, szerintem az gonosz lenne, én bevállalom, hogy nem vagyok mindig túl kedves. Aztán itt meg is érkeztünk, itt várom, hogy végre valahára beengedjenek, mi van, nincs itt hol senki. Meg lettem hívva, azt a se Hát ez hogy működik? Na végre bejöhettem, Heróka megjöttem. Na gyorsan szádok is befelé, hogy körbenézhessek, mi no, újság. Na gyere, gyerünk, nyisd már ki, nyisd már ki, szia Benny. Hello, már a és buliba, van valami kaját. tányér. Hát az hogy lehet, hogy üres tányérra fogadsz engem, na akkor menjünk ki játszani. Mészagógatod meg a fülemet, meg a fejemet. Tiszta, meg lehet most van, nem kell engem itt szagúgatni. Szia, Sanyi! te meg mit nézel, ne nézzél ennyire. Vagy mindjárt oda fog menni a Beni, a szellet szokott ilyet -e csinálni. Te a biztos oda ment megsimogatni, és a Beni nem engedte. Hát most már jó lenne egy kicsit játszani. Hé, hey, nyisátok nyisjátok ki -e az ajtót, hadd menjünk el kicsit aztán kaptunk egy kis száraz kaját, ez jól esett, itt mindig nagyon te tudjátok, mert a barátom kajája mindig sokkal finomabb, mint az enyém. De a gazdi múlt, ha azt mondta, hogy ez ugyanaz a száraz kaja, amit én szoktam otthon enni, de ennek itt mégis jobb íze van, nem is értem, hogy történhet ez, de ez az egész nagy tállal. Én úgy döntöttem, hogy befarom. Nagyon jó volt. Aztán hogyha majd végzek itt a kajálással, akkor végre kimehetünk, mert már nyílik is az ajtó, és kezdődhet is a medencés is, Puli. Hol van a kis medence? Először ezeket a virágokat mindig meg szoktuk nézni, meg meg szoktuk locsolni. Mind a ketten, aztán futunk egy és utána ugrunk egy seggest a medencében, nagyon menő lesz. Na, no, itt is arnőz a kis medence, itt a barátom már bele akar menni, már nézi, hogy mi a helyzet. Képzeljétek el, hogy már pár órája beletöltötték a vizet, azért, hogy ne egyen hideg, itt néhány játékot, labdát, és itt a barátom mutatja, hogy hogyan kell belemenni, de én még csak messziről nézem. Engem annyira nem érdekel, majd később, mert lehet, hogy utánfalacot is fognak beledobni, és akkor évek én, és kajáért majd figyeljétek meg, hogy bele fogok menni. Ezt el itt de barátom szólt nekem, hogy gyere már, Nézzétek, hozzá a jutalmfaltot, hogy kivágta azt az ajtót, nagyon durva volt. Nagyon ügyes a Benny, ezt nézzétek. Megékezett az orlandos kolbász is, úgyhogy most bele fogják dobálni, és én azt imádom, hogyha oda dobják, és ki kell halászni. De olyan, mintha holgásznánk, szerintem. Nézzétek meg ott a kóbász, és már benne is van a bené. Lehet, hogy legközelebb több vizet fognak beltenni, de most szerintem kezd is, jó lesz. Nézzétek meg! nem tudja kiszedni. Én ezt nem is értem. Simán ki tudná szedni, én is már ben vagyok, és én a hosszú csörömmel egy perc alatt kibírom szedni. Nem jelent probléma nekem az, hogy kiszedjem a utánfalatot. Én szerintem még fognak beletenni, úgyhogy még fogok majd itt mászkálni bennem. És szerintem ez az első olyan év, amikor nem gyűlölöm annyira a vizet. Szerintem most már fejlődtem, és elmondhatom, hogy közepesen utálok fürdeni, mert ma egy kicsit szeretek, hogy ha mindig utálom falatod adnak érte, akkor megér ide bemászni. Hát jó van, hogy ismerlek, van egy kicsit hűt. Nem tudom, mondták-e már, de hogyha ti medánc és buliba mentek, akkor ti kaptuk egy utahon falatod, de én szoktam érte kapni, és megint dobáltak be nekem, ott van, ott úszkára juti, egy kicsit hogyha jár be, dugom az orromat, akkor az orrom végét, akkor egy kicsit vizes lesz, ez szokott történni, és képzeljétek el, hogy én buborékoztam. Buborékot fújtam a vízbe, szerintem vicces volt, a gazdi azt mondta, hogy Merlin ez nagyon vicces, és tudjátok, hogy mit csináljunk? Készítsünk néhány jó képet, hogy az Instagram oldalamon tudtak majd megnézni, ha a gazdi nem felejti el feltölteni, remélem, hogy nem fogja elfelejteni, Szabolátom szóval megnézte ott virágot, jó lett volna ott azt a felsőt lepisíni, de hát elég kicsi hozzá, úgyhogy ez nem sikerült neki. Én pedig addig folyamatosan nyomoztam és keresgétebb a vízbe. Úgy döntöttem, hogy ez új munkám az lesz, hogy a vízbe kinyomozom a dolgokat, de én csak ilyen és jó is dolgokat tudok nyomozni, de máshogy dolgod azt nem. Viszont ezt már profi szinten őzem. Nézzétek, meg milyen vizes a bajsza. Rajtam persze, nem látszik meg, egy sebb víz sem. Tehát a barátom, neki hosszabb szőre van, itt meg egyszerre ugrottunk be a vízbe. Persze én csak beléptem, és itt állok a szélén, és kifolyik az összes víz. Persze rám szóltak, hogy mellé menjél már be akkor, mert az összes víz kimegy, és utána már csak hidegnizet fognak beletenni, és az viszont nem lesz olyan túl kellemes. Úgyhogy muszáj volt egy kicsit arrébb tennem a lábam, az pedig szerintem ott jó helyen volt. Nézzétek meg a szélét az uszónak. Esetleg, ha van nektek is ilyen, akkor írjátok meg kommentben, vagy ha van medencétek. Szerettek ti füldeni? Írjátok egy kék szívecskét, ha szerettek füldeni. Kíváncsi vagyok hát. Ameddig majd. füldök, addig elmesélem nektek, hogy képzétek el, hogy én fogok menni majd még nyaralni is, és engem is el fognak oda vinni. Úgyhogy lesznek majd ilyen nyaralós vlogok is, mert fogunk menni Balatóra és a tengerpartra is. Úgyhogy majd mindenképpen akarok nektek csinálni olyan videót, ahol megmutatom, hogy én miket szoktam bepakolni a táskámba. Tudjátok, ilyen kutyás hát, hogyha nektek is van kutyátok, és titeket is érdekelne, hogy miket kell vinni egy kirándulás alkalmával, mivel én már elég sokszor voltam kirándulni. Úgy, egy pikpak be tudom rakni a dolgokat, megmondom őszintén, hogy a 90%-a a dolgaimnak kaja és utalom Ez a kettő a legfontosabb hozzávaló egy kiránduláshoz. No, mert persze az útlevél. De ezeket majd egy külön videóban elmesélem nektek, itt pedig folyamatosan más nem láttak a gazdjét, és nem volt a csodálkozó rajtam, hogy én mégis mit keresek állandóan a vízbe, hát mégis mit gondoltál, mit keresek hát a kaját kajáért én mindenre képes vagyok, rájöttem, és azt mondta a gazdi, hogy ezt mutki fogja próbálni, hogy mélyebb vízbe is képes vagyok egy kis kajáért bemenni, hát ott majd azért meggondolom kétszer dolgot, de hát mivel imádom a gyomromat, és nagyon szeretek enni bármennyit, ezért szerintem lehet azt a problémát is megoldom, hogy nem ér lábam, akkor is be tudjak menni egy kis kajáért, de még szerencse, hogy van egy ilyen szápás úszom mert azzal be tudok menni. Na már megint készítettek rólam fotókat. Itt a gazdi folyamatosan vigyorog, és azt mondja, hogy de jó már én, hogy tetszik neked a vizecske, de nem a víz tetszik, hanem a kaja benne. Hát ezt sose fogják megéteni szerintem. Ezután egy kicsit kiszálltunk a vízből, mert most már elég volt lassan ilyen vízi uszonyunk fog nőni, és úgy fog kinézni, mint egy kis béka. Úgyhogy most már ideje kicsit ledősölődni, meg száradni, sétálgatni, és játszani. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy szólok a barátomnak, hogy fussunk. Gyújtsuk be a rakétákat, és fussunk nagyon gyorsan. Ilyenkor imádok rohangálni, és szerencsére ebbe a bolyba barátom is benne szokott lenni, és mindig megkelgetjük egymást, aztán a gazdi azt hittá, hogy tök vicces lesz, hogyha majd oda dobja a labdát, és fogunk labdázni, hát én nem labdáztam, viszont találtam egy kis poklót, ez a legkisebb, úgyhogy megöntöztem, hogy szép lajra nőjön. Ezt a barátom is majd biztos meg fogja öntözni, nézzétek meg, hogy beindult, a Dán ára is begyújtották a rakítákat szerintem, a gazdi nem is bírta követni a táfonjával, ő és a telefon kamera volt nála, az, hogy mi milyen roha gyorsak vagyunk. Aztán elmentem hátra a itt ilyenkor mindig körbe szoktam nézni, megnézem a szomszéd kutyák ott vannak-e, barátom meg csak itt át, mert képzétek el, hogy ő sokkal hamarabb el fáradni, mint én. Mert én nagyon sokáig birok futni, bármeddig. barátom a két kő után elfárad, ma megint ez a labda, ne akarok Ha hát most más fogunk játszani. Aztán feltöltötték a vizecskénket friss, tiszta víze. A nagy játék után még úgy döntöttünk, hogy még egyszer belemegyünk a vízbe. Itt most csak én vagyok benne, de lehet, hogy majd még a barátom is bele fog jönni. Aztán itt öntöztek, és a barátom oda ment, mert ő arra is kíváncsi volt, aztán bejöttünk, és jobb is itt álltam egy ilyen csontit, amit elloptam. És képzeljétek el, hogy beesett az ágya elé. Eléggé nagy problémába voltam, hisz tízdem kellett, mert egyedül nem bírtam kiszedni a lopott terméket, a zsákmányt, mert ez egyébként a barátomé, és remélem, hogy nem fogja észrevenni, hogy én azt elvettem. Ezt most szerintem el fogom rágni titokban úgy, hogy ne lássa, hogy én azt elvettem. Hát jó van, mindig szoktam egy-egy dolgot ellopni, de ennél többet nem akarsz észreveszik. Aztán lassan elindulunk hazafelé, azt mondta a gazdi, így a videó végéhez is érünk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha nem, már megyünk is hazafelé, én megyek aludni. Ha hát tetszett, a videó, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk hamarosan. Cső!